tárgyakként bennünket az érdekel, hogy az informatikai szektor hogyan tudja szolgálni az önvéleménye szerint a versenyképességünket, a gazdaság fejlődését. Ahogy arra az előadásomban is utaltam, az egyik legdinamikusabb ágazatról van szó, hogyha a gazdasági növekedésnek a lehetőségeit, forrásait gyűjtjük össze. Ma már egy olyan kommunikációs, infokommunikációs világban élünk, ahol alapszintű eszköznek kell tekinteni mindenki számára egy számítógépnek a használatát, egy okostelefonnak a használatát. Ezáltal a lehetőségeket tudjuk gyarapítani, akár a munkaerőpiacon, akár pedig vállalkozás képviselőjeként, vagy vállalkozás tulajdonosaként a piaci szférában. Tehát az a célunk, hogy az oktatási rendszerünk is olyan irányba nyisson, hogy lehetőség szerint minden iskolapadból kikerülő gyermek számára már egy adottsági képesség legyen az, hogy ilyen infokommunikációs eszközöket használni tudjon. Ebben lemaradásunk van még, Európán belül is, pláne ázsiai és néhány amerikai országgal összevetve, de ez a lemaradás beoszható, mert van olyan magyar szellemi tőke, és vannak olyan tudományos műhelyek, amelyek együttműködve vállalkozásokkal, kormányzattal ezt a lemaradást pótolni tudják, segíteni tudnak abban, hogy minél szélesebb közönség számára legyen mindennapi használati eszköz a számítógép. Még egy kérdés, azt említette, hogy jelentős forrásokat fordítanak ebben a ciklusban a gazdaságfejlesztésre, ebből az informatikai szektornak körülbelül mekkora összeg jut? Ennek a keretei attól függően változhatnak, hogy egy infokommunikációs cég az milyen mértékben tud termelési kapacitás bővítési programokba kapcsolni, vagy éppen milyen mértékben tud foglalkoztatást bővíteni. Ugye a mi célunk az, hogy új vállalkozások jönnek létre, a foglalkoztatás bővüljön és a versenyképesség javuljon. Tehát ha ebbe be tudnak kapcsolni, akkor én nagyon sok olyan kis és középvállalkozásnál pályázatnál látok lehetőséget arra, hogy ebbe infokommunikációs cég is bekapcsolódjon, aki korábban esetleg nem tudott ilyen területen pályázni. Tehát a források, most nem a 4500 milliárd forintos felső korlátot akarom megemlíteni, de számosak, több száz milliárd forint szolgálja ennek a szektornak a fejlesztését, és a magyar kormány pedig elkötelezte magát a Digitális Magyarország programban az iránt, hogy 2018-ig a szélessávú internet minden település lakója számára elérhető legyen. Ez az alap, ez a kiindulási pont, erre kell ráépíteni minden vállalkozásnak a jövőbeni fejlesztési elképzeléseit. A gazdaságfejlesztési programokra a következő 7 éves ciklusban, amelynek már a első évében vagyunk, 4500 milliárd forintot kívánunk fordítani. Ami kis- és középvállalkozásokat érhet el ebből közvetlenül, aztán 2800-2900 milliárd forintra becsüljük. Azért kell óvatosan fogalmaznom, mert nyilván egy kis- és középvállalkozásnak a lehetőségeitől is függ, hogy mely programokba tud és mely operatív programból tud egyébként pályázati forrásokat nyerni. Ma itt az infokommunikációs konferencián arról tudtam számot adni, hogy már most az első évben is meg tudtunk indítani olyan programokat, amelyeken keresztül hazai mikro, kis és közepes vállalkozások tudnak informatikai fejlesztésekbe bekapcsolni, vagy a saját céljuk számára termelési kapacitásbővítési céllal információs technológiai eszközöket használni. Július 9-ével már elindul két olyan pályázat, 85 milliárd forint értékben, amelynek a részeként ezek a vállalkozások ilyen jellegű eszközöket, fejlesztéseket tudnak majd megvalósítani. 5 millió forinttól egészen 500 millió forintos támogatásig tudnak ebből a forrásból részesülni. Nagyon bízom benne, hogy már ebben az évben nagyon komoly igény lesz majd erre a pályázati forrásra.